Sziasztok! Én Mita felvadó vagyok, úgyhogy ezt is ki kell még próbálnom. Nézzük, hogy működik-e. Igen, az én vagyok, király. Szerintem azt még nem mondtuk, hogy boldog születésnapot nyújtek, Mita, mert hogy azt is ünnepeljük ma. De hogy én miről fogok most itt beszélni? Az előző előadás végén Petra és Marka tök jól feldobták nekem a labdát, hogy az ő közösségeikben egy csomó mindent megosztanak egymással az emberek, de az egyetlen dolog, amit nem vállalnak, az az, hogy vagyonközösségbe lépjenek egymással. És én ezt igazából tökre meg tudom érteni, a pénz az mindig egy ilyen érzékeny téma, azt könnyű mindenféle feszültségekben menni, hogyha erről elkezdünk beszélni. Érzékeny. Én mégis csak erről fogok most beszélni, mert hogy a projekt, amin én dolgozom, azt úgy hívják, hogy Groupingen mennek vagyok most az egyik fejlesztője, mert hogy szerintem az tök jó lenne, hogyha egy ilyen közösségben például ez annyival különbözik még a tökéletestől, hogy ne kelljen mondjuk alapvéren aggódni. És mi erre keresünk egy választ, hogy hogyan kell alapvéren aggódni. Amit mi csinálunk, az egy önkéntes, automatikus, transzparens, fair alapjövedelem rendszer kis közösségeknek, például egy baráti társaságnak, vagy például egy ilyen lakóközösségnek, amiről hallottatok eddig is. Mi fér ebből bele 5 percbe, a timerem az 8-nál tart, de mindegy. Szóval, amiről szeretnék most beszélni nektek egy kicsit, hogy honnan teremtünk mégis elő erre alapjövedelmet, illetve hogy hogyan ehhez mégis a blockchain meg a technológia, mert hogy ugye én vagyok a technológiai előadó, úgyhogy valami ilyesmit is be kéne hozni, az egy jó buzzword. Mi az, hogy alapjövedelem? Itt elsőre mindenki arra gondol, hogy fú, akkor valami ingyen pénz jön a postán, és akkor boldog lesz mindenki. Amint kevesebbet gondolkozunk, az az, hogy honnan lesz ez a pénz meg, pedig azért ez mindig ott van a háttérben. Amit így napközben, így naponta hallotok, annak a megoldása, hogy ez majd így valami top-down dolog, fölülről jön, valahonnan lesz az a pénz, az adófizetőktől lesz, mi nyilván nem ilyen megoldásban gondolkozunk, hanem alulról építkezőben, és tehát azt a pénzt is a közösségnek kell összedobnia, meg a közösség részvevői fogják berakni. És az a kérdés, hogy így miért tennél ilyet, hogy miért fizetnél csak azért, hogy a közösséget tagjai boldogabbak legyenek, ez így fura. Az egyetlen működő példa, amit egyébként szerintem mindannyian csinálunk, erre az a család, mert ugye az is így működik, hogy a gyereket, amikor megszületik, akkor nem küldjük el rögtön dolgozni, meg nem várjuk az államtól, hogy majd ő felnevelje, hanem így mi biztosítjuk neki a családi hátteret. Amit mi csinálunk, az igazából csak ennek a koncepciónak egy kiterjesztése arra, hogy lehetne ezt az anyagi felelősségvállalást megcsinálni olyan emberekkel is, akikkel mondjuk így kevesebb a közös díjánosatok. És hogy csináljuk ezt meg? Veszünk egy közösséget, mondjuk néhány ember, akár együtt laknak, akár nem, csak valamilyen más szempontból fontosak egymásnak. Mindenkit így megkérdezünk, hogy most éppen milyen anyagi helyzetben van, amiből kifizetni a lakbért, vagy esetleg így van egy kis extra, amit így be tud dobni, és aztán van ez az algoritmus mágia, ami aztán fogja ezeket a számokat, és szétdobja ezt a közös kasszát, úgyhogy mindenkinek meglegyen az X alapjövedelem, amiben ők megegyeztek, hogy az már, attól már nem aggódnak. Szóval ezt csináljuk, de azt ígértem, hogy technológiai előadás leszek, úgyhogy valami techet is bele kell vinni. A blockchain most a menő, meg egyébként ez azért egy tipikusan egy olyan téma, hogy így embereknek a pénzével, meg emberi kapcsolataival játszunk, azok így eléggé ilyen, hát ilyen riszki, meg érzékeny téma, azokkal nem érdemes úgy játszani, hogy aztán így valami lesz. A blockchain az például erre egy jó megoldás, hogyha van egy olyan helyzet, amiben így kérdés az, hogy így milyen middleman-ben szeretnél megbízni, arra általában az a jó válasz, hogy így hát semmilyenben, lehetőleg minden kevesebben lássák, hogy mi történik. Szóval, ami nekünk erre a válaszunk, hogy itt tökre nem a bennünk kell bízni, nem a groupingen van, mi nem leszünk egy middleman, nem hozzánk jönnek be a pénzek, aztán nem mi osztjuk le, úgyhogy majd közben leveszünk belőle valamennyit, meg nem mi látjuk azt, hogy ti éppen mennyit kerestek, és aztán adjuk el a Facebooknak, hogy ennek megfelelően hirdessenek nektek, hanem tényleg bennünk nem kell megbízni, az egyetlen dolog, amivel meg kell bízni, az az, hogy blockchain technológia, az tök jó nekünk. Mi az a blockchain? A Wikipedia szerint ez, biztos, mint hallottatok már róla. Ez úgy néz ki, hogy vannak ilyen blokkok, azokban van valami információ, ezek a blokkok így egymásra épülnek. Ami ennek az általánosabb ismert verziója az az, hogy vannak ezek a mindenféle kriptokincsek, amikben ezekben a blokkokban olyan dolgok tárolódnak, hogy ki mennyi pénzt küldött éppen kinek, és akkor ennek a végénre az van, hogy ezek szerint ennek az embernek ennyi pénze van, és akkor innentől kezdve ezt lehet pénznek nevezni.
Most nyilván mi nem csak ezt, nem csak így használjuk ezt a blockchain dolgot, hanem úgy használjuk, hogy nem csak az ilyen pénzinformációk tárolódnak ezekben a blokkokban, hanem konkrétan az, hogy mondjuk így ki, mi van itt, ki mennyi pénzt ígért bele a csapatba, ki dobtak éppen ki a csapatból, ki mennyit fizetett be, mindenféle ilyen csapat related beállítások vannak a blockchainbe tárolva, és ettől lesz ez ilyen szuper biztonságos. Miért hívjuk ezt szuper biztonságosnak? Mert hogy mondjuk így látom azt, hogy azon a blokkon az van, hogy engem így kidobtak a csapatból, ezt nem szeretném, hogy hackerem ki ebből ezt, mivel ez egy blockchain, nagyon kevés időm van, és most csak az izgi része. Az volt a Wikipedia definícióban, hogy ez a hamisítás és a módosítás kizáró módon csinálja ezt a blockchain. Hogy csinálja ezt? Csak így viszonylag gyorsan. Úgy csinálja, hogy van ez a lánc, az igazából tökre nem lánc, hanem egy torony. Ezek a különböző lépések egymásra épülnek. Hogyha azt a zöldet szeretném kiszedni belőle, akkor valamit kell csinálni azokkal, amik belőle épültek. És sajnos ez nem ilyen torony, hogy lepakolom, aztán majd visszapakolom, és akkor minden jó lesz, hanem ez inkább ilyen torony. És aztán, hogyha fogod azt a tetejét, akkor azt így le kell bontani, lebombázod, és aztán valahogy vissza kell építeni a nulláról az egészet. Valahogy sikerül, nem? Mindegy, nehéz, az a lényeg. És attól, hogy ez nehéz, attól ez biztonságos lesz. És ez még mind nem elég, mert hogy ez a torony, ez csak egy dolog. Tehát így, ez nem úgy működik, hogy így behekkelem magam a szerverre, azt az egy tornyot lebontom, aztán újraépítem, és akkor kész vagyok, meghamisítottam ezt a történetet, hanem ez az egész torony ott van mindenki másnál, tehát hogyha azt az én chainemen azt így megmódosítottam sárgára, attól még ott van az összes csapattagnak a másik chainjein is ugyanaz, és ott is meg kell hamisítanom, ami már egy csomó meló. És ettől lesz ez biztonságos, hogy ez annyi meló, hogy nem éri meg. Annyira biztonságos, hogy emberek így hajlandóak nagyon sok vagyonokat tartani rajta. És rettenetesen kifutottam már az időmből, de szerencsére az utolsó szlájdomon egy kérdés van, és én egy meetup előadó vagyok, úgyhogy mostan az a rész, amikor lehet kérdéseket feltenni nekem, meg az előző előadópárnak, úgyhogy szeretnél titeket visszaívni a színpadra, és hogyha valaki szeretne egy ingyen kérdést, akkor azt meg lehet kérdezni, de egy csomó más dolgot is lehet kérdezni, és a srácoknál meg elvileg van egy vezeték nélkül mikrofon, ami az én kezemben van. És akkor oda viszi a kérdezőköz. Hello. Ez Ethereum alapú, vagy saját blockchain csináltok? Blockchain csinálunk. Okay. És hogyan oldjátok meg azt, hogy az embereknek a bevétele az nem blockchain-en adott coinban keletkezik, hanem máshol? És hogyan oldjátok meg az earnings volatility risket? Az elsőre már válaszoltam, mondom a másodikat. Itt két verzió van, ezt nem kérdeztétek meg, úgyhogy két elméleti opció van. Az első az egyszerűbb, amivel ki fog jönni a prototípus hamarosan, hogy mi igazából tényleg nem kezelünk pénzt, hanem az algoritmus megmondja, hogy figyú, te felajánlottál ennyi pénzt, most éppen ő szorul rá, neki adjad azt oda valahogy, és akkor ezt így megoldod. Ez ilyen split-wise jellegű, csak így megmondja. A következő verzió az valami interledger használó dolog lenne, ami ugye egy olyan protokoll, ami megmondja, hogy a különböző chainek között hogy lehet jól mozgatni ezeket a dolgokat, és akkor azzal ez megoldódik. A harmadik kérdésedre már nem emlékszem, csak arra, hogy nem is értettem. De hogyha megismételed, akkor el tudom mondani még egyszer, hogy nem is értettem. A bevétel volatilitásából adódó economic risket, azt hogy fogod kezelni? Bevétel volatilitásából adódó economic risket. Hogy változik a bitcoin ára. A bevétel azért, az, hogy mindenki más bevétel, tehát az egyéneknek a bevétel is tud változni. Ezt úgy tudod megoldani, hogy nem az van, hogy így te örökké ígérsz, hogy én minden hónapban be fogok tudni X-et fizetni, hanem ezt így követi a volatilitásodat. És hogyha valamelyik hónapban éppen be tudsz fizetni, akkor tök jó, befizettél, hogyha a következő hónapban meg éppen rászorulnál, akkor majd esetleg te leszel az, aki kiveszel belőle. Ez így? Jó. Nektek mi ebben az üzleti modell, ha akkor azt mondom, hogy ezt Feri elfelejtette megkérdezni. De én is ezt akartam. A szervezet, ami emögött van, ezt úgy hívják, hogy OK Turtles Foundation, ez egy alapítvány, nem for profit a dolog, de hosszú távon az lenne az ötlet, hogy
az ilyen csoportokba bevehetsz olyan elemeket is, amik nem személyek, hanem mondjuk a fejlesztőknek egy csoportja, és akkor, amikor alapjövedelmet osztasz, akkor abból egy kicsi kerül a fejlesztőkhöz is, és akkor ebből az ő alapjövedelemkörük is majd egy kicsit profitál. Ez a terv. Engem nagyon érdekel a co-housing is, mert rendkívül szimpatikus koncepció, de muszáj megkérdeznem a másik előadótól, hogy hol tart. Köszönöm. Hát mivel ez egy viszonylag érzékeny téma, ahol embereknek a pénzügyeivel és személyes kapcsolataival dolgozunk, ezért ez nem egy ilyen startup mentalitású, fail early, fail often jellegű dolog, mert akkor elvesztünk egy csomó pénzt, vagy összeveszel a barátaitól, és azt nem szeretnénk. Úgyhogy mi ezt igyekszünk elsőre jól megcsinálni, ettől nagyon lassan is haladunk, és nem is biztos, hogy jó irányba. Hol tartunk? Az a terv, hogy idén lesz egy prototípus, ami működik, úgyhogy ha esetleg van olyan közösségetek, ami így szeretné ezt így kipróbálni, hogy milyen vagyonközösséget is alkotni, akkor beszéljünk, és bekerülhetnétek ebbe, amikor idén elkészül a prototípus. Lehet, hogy a co-housing a megoldás. Nekem van viszont a co-housinghoz kérdésem. Mennyire nehéz együtt élni emberekkel? Hány emberrel vesztetek össze? És hogy mennyi idő alatt lehet igazán egy ilyen co-housing? Mennyi idő alatt lehet összeveszni? Nulláról, tehát hogy egy ötlettől addig, hogy beköltözünk. Jó, akkor én kezdem az utolsó kérdéssel, hogy mennyi idő körülbelül. Ez nagyon függ a közösségnek a létszámától. Külföldön van rengeteg olyan példa, ahol 100 vagy 150 fő lakik együtt. Ezeknek mondjuk a kialakítása meg létrehozása, ez egy több éves folyamat. Mivel ugye a közösségi tervezéssel zajlik, ezért maga az épületnek a kialakítása is elég sok időt vesz igénybe. Úgyhogy körülbelül ennyivel kell számolni, de mondjuk szerintem a ti vagy a mi lakás közösségünk is, az nyilván ez egy gyorsabb folyamat volt. Tehát ez mondjuk ilyen 1-2 hónap alatt így ki tud úgy alakulni, hogyha megvan a megfelelő ház. Igen, meg az teljesen normális, hogy valaki lemorzsolódik amúgy a csapatépítés közben. Nálunk is amúgy volt ilyen. Eredetileg volt egy lány, aki közben kiköltözött, de szerintem az, hogy mennyire nehéz együtt élni, meg kell tanulni. És pont az a jó ebben az egészben, hogy az ember közben fejleszti ezt a demokratikus gondolkodást, és fejlődik az, hogy hogyan tudja elmondani a másiknak a problémáját, hogyha valami baja van, akkor azt ne személyes értésnek vegye, hanem egyszerűen felfogja azt, hogy máshogy működünk. Ebből nagyon sokat lehet tanulni, és szerintem tök jó, hogy itt van egy csomó lakótársam. Hello. Én azt szeretném tudni, hogy verbúváljátok az együtt lakók. Tehát honnan vannak az együtt lakók? Tehát, hogy ezt hogy kell megszervezni? És hogyha nincsen vagyonközösség, de mondjuk én felajánlanám a házamat, de én is ott akarok és azt lakni, és azt szeretném, ha ti ott, mondjuk ti ketten megszerveznétek nekem egy ilyen co-housingot, mert én nem tudom megszervezni, akkor hogy kell értelmezni ezt a nincs vagyonközösség dolgot? Tehát én vagyok a tulaj, többiek jönnek, és akkor mi történik a tulajdonnal? Köszönöm. Akkor itt is az utolsóval kezdeném szerintem. Az, hogy nincs vagyonközösség, az nem jelenti azt, hogy nincsen pénzmozgás a lakók között. Tehát, hogy ez elkerülhetetlen. Nálunk is vannak erre nagyon jó programok, meg készülnek még jobb programok erre. Az, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, vagy hogy hol verbúválunk ehhez embereket, a Facebook az egy nagyon jó pont egyébként, tehát ott nagyon sokat szoktunk hirdetni. Most a közösségben élni Facebook oldalunknak már elég sok követője van, így elég gyorsan terjednek a hírek. Úgyhogy alapvetően egyébként mindenki baráti társaságban kezd el hirdetni, de külföldön elég gyakori az is, hogy hirdetéseket adnak fel újságokba, és akkor úgy verbúválódnak össze. És hogyha oda költöznénk, akkor valószínű, mi a bérlőik lennénk, és te lennél a tulaj, röviden és tömören. Bocsánat, Isten, ez nagyon hangos, ezért is bocsánat. Szóval, hogy biztos mindenkiben nagyon sok kérdés van, viszont haladjunk tovább a többi előadásra, ez az utolsó kérdés szeretném feltetetni. Attila? Legyen kettő, és kettő, ami egy. Kezdjetek. Jó. Engem az alkotmányozás érdekelne, hogy van-e prototípus alkotmányotok, és ez hogyan működik? Mert a szabály? Igen. Zabt. Még nem írtuk meg az országosan. Nincsen prototípusunk, de egy csomó nyugat-európai példát megnéztünk, és annak a főpontjait vettük sorra. Amúgy nálunk a szabályrendszer és a szabálykönyv az most úgy néz ki, mint egy ilyen bármilyen törvény, szóval nagyon, nagyon jó az alkotmány szó rá, mert páran úgy döntöttek, hogy szerintük ezt nagyon-nagyon precízen meg kell fogalmazni, paragrafusosan hivatkozva ide-oda. Néhányan ennek nem örülnek, hát mi nagyon szívesen közreadjuk ezt a prototípust, és lehet használni.
bárkinek. Szóval ezt mi amúgy kapcsolatban állunk másik közösségekkel is, és sokszor megosztjuk a tudást egymástól tanulunk. Például Petra mondta, hogy használjuk a Splitwise programot. Ami tök jó. És az utolsó kérdés, hogy a hazai példákból kinál mi van általában hamarabb ingatlan, ahol lehet lakni közösen, vagy az emberek csoportja, akik szívesen laknak közösen, és aztán keresnek ingatlan, melyik van általában hamarabb? Szerintem ez folyamatosan változik egyébként, mert hogy olyan szempontból, hogy először talán a közösség kezd el kicsit alakulni, aztán megnézzük ugye az ingatlan viszonyokat, rájövünk, hogy az a mi igényeinkre talán még most nem alkalmas egyébként ugye az átlag budapesti piac sem, talán ugye magyarországi sem, és pont ezért folyamatosan változik a közösség is, meg maga ahhoz, ahogy az ingatlan találják, illetve ugye át lehet alakítani ezeket az ingatlanokat. Köszönjük! Köszönöm szépen!